aki több mint 50 éve itt lakik a lakásban, aki több mint 50 éve itt lakik ez a lakásban, még azt is ismeri, hogy a pókhálóeket meg melyik sarokban van, milyen pók, milyen hálócső, és ezt az öröm mérit akarják kirakoltatni ebből a lakásból. Nem tudom, ez a rendszer, mit gondol magáról arról, hogy ez a rendszer, hogy hova fog lenni lakni? Egyáltalán mit fog kezdeni 50 év után, hogy kiteszik a lakásából, hol lesznek azok a legtöbb dolgok, az a lelki állapot, amit őnek el kell viselni, mit gondol a kormány, hogy megbizonyít a bírálben lenni? Úgyhogy azt mondom, hogy ezen változtatni kell, a szivatkozatásokat azonnal le kell állítani, mert az összes esetek többségében egy beteg, idős embereket rakoltatja ki Magyarországon. Az utcán alatt egy népkorú ember, aki átélte az első és második világháborút, átélte a magyar forradalmat. Mindenki hátrább létezik, és sajtosulhat, hogy akkor mindenki hozzám figyeljen. Menjünk be, Panni, menjünk be. Mennyi, de meg lefáj.